szeretettel köszöntöm Önöket, Szán Kati vagyok, a Képmás magazin főszerkesztője, és mai szakértő vendégem dr. Balogh Klára, pszichoterapeuta és kiképző családterapeuta. A mai témánk pedig egy ilyen címmel jeleztük, hogy ha a szeretet nem elég. Láttuk ezt az előbb, ezt a filmet, és azt hiszem, hogy eléggé komplex és bonyolult a téma, úgyhogy picit rébuszokban beszéltünk a címmel, de akkor most menjünk kicsit közelebb. Először is azt kérdezném tőled, Klára, hogy maga az evés, az étkezés, ami nagyon sok családnak az összetartó ereje egy nagy családi összejövetelnél, tulajdonképpen mit szimbolizál az életünkben? Miért fontos az evéshez való viszonyunk? Az evés az életet szimbolizálja. Tehát, hogyha egy anya nem tudja táplálni a kis babáját, akkor meghal. És egyrészt az életet szimbolizálja, a táplálást, a gondoskodást, a családi étkezések, azok pedig egy ilyen összetartó, közös alkalmak lehetnek. Közben beszélgetni lehet. Mindig az egy társasági élmény. Amikor egyedül leszünk, azt szoktam mondani, hogy ez egy önkielégítés, tehát, hogy egész más együtt enni, beszélgetni, és főleg korábban volt egy ilyen funkciója, hogy a család közös vasárnapi ebédei, a születésnapok, névnapok, az pedig az összetartó erő, nem tudom. Azért is kérdeztem ezt, mert láttuk, hogy azért itt az evés az evéshez való rossz viszony, vagy patológiás viszony, az valamiféle tünet, de a mai világban nagyon sokszor csak ezt a tünetet látjuk, és nagyon leegyszerűsítjük, hogy például az anorexia, például a túlevés, az miért van, hogy csupán azért, mert hogy vékony a nőideál, pedig egészen más, sokkal mélyebb okok húzódnak ennek, amin egy picit erről tudnál nekünk beszélni? Igen, közben szeretettel köszöntök én is mindenkit, elfelejtettem az előző kérdés. Elrohantanak gyorsan az első kérdés. Igen, és hogy köszönöm szépen a meghívást, és ez egy nehéz film, nehéz téma. Itt az étkezési zavar egy fedőtünet. Fedőtünete ennek a kapcsolatnak, az egész családi kapcsolatnak, hogy kinek az ételét fogadom el, kiét hányom ki, kiét tömöm magamba, szabad-e, ki van letiltva, ki nincs. Tehát az egész abból, hogy mit eszik ez a lány, mit eszik meg, mit nem eszik meg, abból szinte lehet következtetni a családi kapcsolatokra. Hogy itt van egy, nagyon nehéz volt megnéznem ezt a filmet, mert állandóan sutyorognak, hogy most akkor ki csoda, kivel szabad beszélni, kivel nem szabad, visszapörgettem még egyszer, hogy értelmezzem, hogy miről is szól ez az egész, és hogy milyen helyzetben van ez a lány. Az anya is, persze, és hogy talán az következett, hogy itt volt egy válás, amit ugye a nagymamának azt mondja, hogy mert az a jó, ha fáj, mert az tartásod, mert akkor nem fogadjuk vissza, vagy nem. De hogy nincs feldolgozva, pedig föl lehetne dolgozni, és le van tiltva az apa. És úgy gondolom, hogy amit hozott az a kék színű sütemény, hogy az az apának, vagy az új felesége, vagy egy új kapcsolatból lévő lánya, meg a unoka, vagy, tehát nagyon nehéz kideríteni, de mindenképpen a lány apjához tartozik. És amikor így úgymond kidobja a gyomra az anyjának a nagyon jó szándékkal elkészített, nagyon különleges ételét, akkor megtalálja ezeket, amiket az anya eldugott. Tehát, hogy mi befogadni se tudjuk azt, amit ők hoznak, és akkor így magába tömi. De borzalmas látni nekem, így már nem tudom, harmadjára láttam, hogy összeszorult a gyomrom, hogy mi lesz ebből, milyen tünet, de hogy ez az egész ennek a családnak a szabad, meg letiltott kapcsolatairól szól, meg hogy igen, most egyelőre. Meg a kibeszéletlen múltról. Igazából egy nagy klasszikusot eszembe, Ibsennek a vadkacsája, ahol ugye a kislány viszi a vakságában az egész családnak a traumáit, vagy az előtörténetét. Mitől függ az, hogy valaki
ilyen hordozóvá válik-e, és magára veszi-e ezeket a traumákat, mert láttuk, hogy azért sokan részesülnek ebből, de azért mindenki valahogy feldolgozza. A testvér ott tudja hagyni a családot, a másik valószínűleg ugyanígy ott hagyott testvér el tud jönni egy olyan közegben, ahol nem látják szívesen, szóval sokan azért felveszik a kesztyűt. Mitől függ az, hogy kiből lesz ilyen traumahordozó, tünethordozó? Ez a lány nem tud megszületni pszichológiailag. Olyan szoros a kötésben tartja az édesanyja, aminek nyilván megvan a története is, de hogy neki nincs saját egyénisége, nem lehet. Mert annyira szorosan gondoskodik róla, látjuk, hogy nem lehet élettapasztalata. Azt mondja, ne csinálj semmit, csak ülj le kényelmesen. Tehát, ha megmentjük az élettől a gyerekeinket, akkor életképtelenek lesznek. És hogy neki nincs ereje ehhez, nincs egy olyan szoros szimbiózisba, úgy nevezzük ezt, él az édesanyjával, hogy ő nem önálló lény. Egyedüli erejét akkor mutatta meg, amikor a nagymamának megmondta magáét. De akkor sem magáért állt ki, hanem az édesanyjáért, akinek az apjáért. Mondott, hogy mennyire nem önálló, hát abból is látszik, hogy mondjuk egy napon van a születésnapjuk, ő érte tud erős lenni, és egyáltalán ugye a zárójelenet is az, hogy szinte a szülő szerepet veszi el, tehát magá hordja az anyja sorsát is, meg a magáét is. Igen. Ha nem tudunk leválni gyerekként, vagy nem engedjük leválni a gyerekünket, akkor az érzelmi határok össze vannak mosva. És hogy így szinte átveszi az anyának az összes fájdalmát, szorongását, és ez nem egy... Az volt a cím, hogy szeretetről szól, de hogy ez nem szeretet, mert akit szeretünk, arra figyelünk, hogy mire van szüksége, hogy mit szeretne kapni, vagy mit kellene neki adni, nem azt, amit én szeretnék neki. Szoktam kérdezni szülőktől, hogy megadtak-e már mindent a gyereküknek, amit ők szerettek volna, és tudnak-e már figyelni arra, ami a gyerekük igénye. Ez egy kulcs mondat lehet, mert lehet, hogy nem tudott még mindent megadni, amit ő szeretett volna. Igen, igen, valószínű, és hogy ez az anya nem a jelenben él, pont ezért, hanem, és nem tud a jelenben ráfigyelni. A saját fájdalmaira figyel, az anyja kritikáira figyel, nagyon szeretne megfelelni. Úgy szeretném néha megsimogatni, nagyon nehéz anya, de hogy ő szeretne megfelelni. Szeretne jó háziasszony lenni. Bejön az anyja, azt mondja, hogy na, megmutattad, hogy most se vagy jó háziasszony, nem tud megfelelni, nem tud jót főzni, nagyon ki akar tenni magáért valami nagyon különlegeset, és hogy azt is kidobja a gyomra, vagy azt sem dicsérik meg. Szóval nem hiszem, hogy kapott valaha elismerést ez az anya, és hogy ebben van elfoglalva, hogy egyszer anyám megdicsérjen, vagy elismerjen. És a férje is elhagyta, ez is azt jelenti, hogy ő rossz. Máshol jó apa tud lenni, itt nem tudott, és ettől nem tud odafigyelni a jelenbe a lányára, vagy lányának a szükségleteire, hanem így tényleg lehet, hogy magára úgy tűnik, hogy mindent a lányának ad, de hogy tényleg különben nem inkább magára, vagy hogy vergődik. Igazából mondod, hogy nem tud önállósulni, nem tud elszakadni ez a lány, de hogy is lehet elszakadni, hiszen egyébként ez a lány is a film szerint már kollégista, tehát valószínűleg csak pár napra érkezik haza, mégis látjuk ezt a nagyon erős függést, és ugyanezt a függést látjuk az anya és a nagymama között. Mit jelent elszakadni érzelmileg? Mert nyilván nem a lakóhely, nyilván nem az, hogy hányszor eszem az anyám főztjét. Mit jelent az, hogy érzelmileg elszakadni, felnőtté válni? Hát érzelmileg leválni azt jelenti, hogy tudom, hogy ez anyának fáj, ez meg nekem. Tehát, hogy különbséget tudok tenni, hogy most neki van valami problémája, és akkor én megkérdezem, hogy segíthetek-e. Anyaként is ugyanez. Tehát, hogy meg tudom különböztetni, hogy ez az én érzésem, vagy az ő érzése. Ez az ő szükséglete, vagy az én szükségletem. És hogy ha nem válnak le, amilyen szimbiózisből ők vannak, szoktam mondani, hogy az érzelmek azok nem különülnek el. Olyan, ahhoz szoktam hasonlítani, úgyis van egy ilyen családterápiás kifejező, családi én massza. Hogy olyan, mint mikor
egy másfél literes vizes üveg van, és akkor az, ha baj van, egyszerre dől. De ha ezt kiosztjuk kis üvegekbe, ahány családtag van, akkor ha jön egy stressz vagy egy probléma, akkor lehet, hogy csak az egyik, de a másik talpon tud maradni. Tehát hogy azok a családok, ahol nem tud differenciálódni, leválni a gyerek, azok a stressz esetén egyszerre esnek kétségbe például. És hogy ez azért nem jó, mert lehet, hogy valaki kétségbe esik, mert és a másik azt mondja, hogy oké, látom, most rosszul vagy, figyelj, segíthetek valamiben. Én azt gondoltam, hogy, tehát, hogy külön nem esik kétségbe ugyanúgy egy stressztől. Tehát a stressz kezelése más egy olyan családnak, hanem észreveszik. Ebben a családban láttuk, hogy ez a lány kínlódik, az anya is kínlódik, de úgy csináltak, mintha nem történne semmi. Hogy látták, hogy mindjárt tényleg rosszul vagy, Lili, de nem kérdezték meg konkrétan, hogy mi baj van. Hogy van egy ilyen, az anyát lehet hibáztatni, de hogy úgy hívjuk ezt, hogy kollúzió, egy ilyen tudattalan összeesküvés, vagy nem összeesküvésnek, most Dánielre néznek, hogy összejátszás, köszönöm a szót, tehát hogy nem összeesküvés, mert nem tudatos. Tehát, hogy sokszor tudattalan összejátszás van, és itt is azt látjuk, hogy ez a rendszer valahogy összejátszik, hogy ez a két lény maradjon így ebbe a gyilkos játszmába. De nem csak a két lény játszik össze, hanem az egész család. Az egész család. És gondolom, hogy családterapeutaként egészen biztos, hogy nagyon sok ilyen helyzettel találkozol. Például ebben a családban van olyan, aki nem szorulna terápiára? Vagy akinek nem kéne részt venni egy közös munkában ahhoz, hogy ez a család jól működjön? Igen, hogy kit hívnánk meg? Szoktuk kérdezni a hallgatókat, hogy kit hívnál meg az első ülésre. És hát attól, igen, elég függetlennek találtam, aki közvetítette, nem tudom, hogy ő az apának a felesége, vagy a lány. Igen, akit a lány hívott meg. Akit a lány hívott meg. Ő például egy független lény. Elmert ide jönni, hozta a kislányt. Ő a már előre küldte, mint egy monitort. Igen. De hogy ő szabad. Lehet, hogy azt csinálnám, hogy először csak a családot, elhívnám a bátyját is, vagy hogyha el tudna jönni. De a báty is az elmenekült, mikor az anya azt mondta, hogy olyan vagy, mint az apád. Ez a legmérgesebb mondat tud lenni egy elvált szülők esetében a gyereknek, mert tudja, hogy az apját meg nem szeretik. Akkor engem se szeretnek, ha olyan vagyok, mint az apám, vagy olyan vagy, mint az anyád. Szoktam is kérdezni családterápiában, hogy most a volt férjét, volt feleségét, vagy a gyereke anyját, apját szidja. Mert ez két különböző dolog. Hogy különböztessék meg, tehát hogy a kérdéseinkkel is sokszor tudunk segíteni abban, hogy a szerepeikben másképp lássák. Kit hívnék meg? Először meghívnám az anyát, a nagymamát. Meg a két gyereket. És aztán lehet, hogy elhívnám az apát a gyerekeivel külön. Mert ez már egy elvált család. És azt szoktam mondani, hogy lehet, azzal én is demonstrálom, hogy ez már nem hozható helyre. Már külön élnek, tehát hogy legyen egy külön, nézzük meg, hogy abban a rendszerben, hogy viselkedik ez a lány, meg ez a bátyja. Csak előbb ehhez meg kell nem győznünk az anyát, hanem érezze, hogy elfogadjuk őt. Hogy nem ellene lesz az a találkozás, hanem a gyerekért lesz, és hogy majd esetleg szülőként ki tudnak majd, vagy együtt tudnak valamilyen szinten valamikor működni. Most éppen egy aktuális családterápián azt mondta az anya, hogy ne friss elhagyás, hogy nem engedi, hogy a férjét is elhívjuk, mert akkor legyőzne. Még erősebb lenne, és legyőzne. És akkor az a cél, hogy megerősítsük azt az anyát, elismerjük, amit jól csinál, hogy azért ő csak felnevelt, hogy az igyekezetét, hogy mit tudott adni. Böszörményi Nagy Ivánnak van egy ilyen, hogy ugye akkor
szerzünk érdemeket, ha elismerik azt, amit adni tudunk. És ez minden kapcsolatban akkor igazságos, ha ez az adáskapás egyensúlyban van. És hogy ezt az anyát egy kicsit megerősíteném, akár egyénibe is elhívnám, és szép lassan terjeszteném ki a rendszert, de hogy ő erősödjön meg egyedül is, hogy tudja képviselni a saját igényét. Biztos megvan a nagymama története is, hogy miért utálja a férfiakat, vagy miért legyint rájuk. Majd azt is, ez a transgenerációs minta, hogy ugyanazok. Bocsánat, kicsit még elidőznék a válásnál. Békés Márta egy tanítónő, aki gyermekverseket ír, és találtam pár sort, amit most felolvasnék. Az osztálynaplóban az én oldalamon az van írva, hogy az anyu gondviselő, mert az aputól elváltunk. Pedig ez a gond engem legalább annyira megvisel, mint az anyut. Az a kérdésem, hogy mit lehet tenni, ha már bekövetkezik egy ilyen családszétszakadás? Mit lehet tenni azért, hogy a gyerek minél kevesebb gondot viseljen. És egyébként most a gondviselő, ez nagyon jó a filmhez is, mert a végén meg mintha a gyerek lenne az egyedüli, a gondviselő. Igen, hogy nagyon magányos ez az anya. A válásnál ugye fontos, hogy mennyire látja erősnek a gyerek a szüleit, és azt látja lehet, hogy mind a kettő kétségbe van esve. És attól fél, hogy nem elég, hogy elváltak, még bele is halnak, vagy belebetegszenek. És azért kell felerősíteni, ez egy trauma, nagyon gyakran a válás. Lehet, hogy nem mind a két félnek, de hogy nem ez volt a terv, amikor megesküdtek. Tehát mindenképpen egy kudarc, és hogy azzal tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy azt látják, hogy életképes az édesanyja vagy az édesapja, hogy nem fog belepusztulni ebbe, ez most nehéz neki, és hogy de hogy talpra fog állni, és hogy ez az első félelme, hogy nem elég, hogy elváltak, még bele fog pusztulni, de ha én attól félek, hogy az anyám belepusztul, akkor nem tudom elhagyni. Mint ahogy itt ez a lány se. Egyszer egy válás után család, két nagyobb lány volt, meg egy kis iskolás fiú, és azért hívtam el a gyerekeket, mert azt mondta az anya, hogy annyit sírok, hogy a gyerekek azt hiszik, hogy mentális beteg leszek, hogy meg... és hogy, de hát nem tudok nem sírni, nagyon váratlanul érte, ilyen mintaházasoknak tekintették, és egyszer csak ezek a mintaházasság mögött mindig van valami ki nem mondott dolog sokszor, gyakran, nem mindig, gyakran inkább ezt mondom, hogy valaki nem mondja ki azt, amit ki szeretne mondani, na mindegy, itt egy váratlan válás volt, és akkor azt mondtam, hogy jöjjön el a gyerekeivel, és akkor kiderült, hogy a gyerekek már kezdenek menni az édesapjukhoz. Amikor kértem, hogy rajzolják le ezt a helyzetet, akkor a kisfiú lerajzolta ezt a családot, és ő magát egy ilyen hurkapálcára erősítve, mert ő fiú, ő az apjával autózni szeretne, vagy így elkezdte így mozgatni, hogy apával, ő azért nagyon érzékenyen tudják szimbolikusan jelezni, és akkor... azt mondtam, hogy ti már mehettek az édesapátokhoz, és mindig is édesapátok marad. De anya örökre elveszítette a férjét. Tehát nem a szülőtársa, hanem a férjét. És ezért ő többet fog sírni, tovább fog gyászolni. És ti meg lehettek vidámak is olykor-olykor, de ez elég volt nekik, hogy ez a félelem, hogy anya beleőrül ebbe, és azt mondtam, hogy kérdeztem, hogy mennyi sírás bírnának ki, és akkor megbeszéltük, hogy napi hány óra sírás lehetséges, de hogy ezzel az anya is szabadságot kapott a szomorúságának, a gyászának a kifejezésébe, és a gyerekek meg engedélyt kaptak, hogy ők elmehetnek apa, és akkor lehetnek ott vidámak, mert az ő apjuk valamilyen szinten megmaradt. Nem mindennapi kapcsolatban, de hogy találkozhatnak vele. Az anyuk pedig a férjét veszítette el, és hogy már nem lesz többet a férje. Ez egy nagyobb veszteség, tovább gyászolja, hogyha ez egy ilyen jó kapcsolatnak tűnt még. Mondtad a transgenerációs
öröklést, és ugye az nem csak arról szól, hogy az anyámnak van egy problémája, és ezért én rosszul érzem magam, hanem arról, hogy sokszor nem ismert problémák okoznak gondot, és esetleg olyan embernek a nem ismert problémája, aki már nem is él velünk, vagy nem is velünk egy helyen lakik. Rendben van, akkor valaki megpróbálja utána járni, hogy mi az ő problémája, esetleg az, annak is utána tud járni, hogy mi a szülőnek, az édesanyának, az édesapának a traumája, de már a további felmenők általában kimaradnak ebből a felderítésből. Szükséges ez ahhoz, hogy igazán a mélyre tudjunk menni, hogy nem tudom hányadiziglen vizsgáljuk a felmenőinket, mert azért hallunk olyan, főleg azok ilyen nagy történelmi traumák következtében, amikor a megküzdés minták öröklődnek tovább, de azért hallunk olyat, hogy egy családnak az életét nagyon erősen meghatározza mondjuk a nagymamának a problémája. Hát megpróbáljuk, legalább 3 generációba szoktunk, azt kérjük, hogy legalább. És aztán valahogy azt mondják, nem tudunk semmit, de aztán elkezdenek érdeklődni, és akkor valamelyik nagynéni, nagybácsi, akkor most már ugye az interneten egymással tudnak másodonok a testvérek megosztani, elkezdik a családfát kutatni erre most, és hogy nem csak az adatok, hanem a történetek is elkezdenek keringeni a nagy családba, a tágabb családba, és ez azért is fontos, hogy hogyha megértem, akkor jobban el tudom fogadni, hogy XY ilyen a családban, vagy ezért, jaha, ezért volt ilyen. És mindig mondom, hogy attól még persze, ha megértem ezt anyát meg nagymamát, nem jogos, amit csinál a jelenbe. De ha vele történt igazságtalanság velük a múltban, akkor ez meg Böszörményi Nagy Iván fogalma, szintén a destruktív jogosultság, hogy azt valakinek olyannak adom tovább, aki nem is részese. Tehát a gyerekemnek, vagy a következő generáció, vagy a szomszéd, tehát hogyha megérti az is, aki ezt továbbadja, akkor ő is elgondolkozik, vagy azt mondja, aha, már megint ugyanazt csinálom. És hogy nem véletlen rágja a körmét ez az anya. Ez egy rejtett indulat, vagy hogy nem, ez egy harag, egy agresszió, hogy magamat sértem, de lehet, hogy másba szeretnék beleharapni, vagy valakivel veszekedni, és hogy lehet, hogy ezért mondom, hogyha kiderül, hogy miért rágja, vagy mi ez az indulat, vagy ki ellen, vagy hogy lehetne ezt úgy kifejezni, hogy ne rombolja a kapcsolatokat, mert sokszor az haragot azért nem mondják ki, mert akkor soha többé nem szeretnek minket, elveszítjük a másiknak a szeretet. De nem, hanem ezért meg ezért haragszok, de nem cudámban az egész emberre haragszok, és ha ebben megerősítjük mondjuk az, hogy ki lehet fejezni a haragot, meg milyen módon tudja kifejezni, hogy ő maga is elfogadja meg, mert mondta, hogy én nem tudok csúnyán haragudni. Akkor úgy haragudjon, ahogy ő tud. Vagy fesse meg a haragját, vagy gyurmázza meg, hogy egyszer pont egy anorexiás lány egy ilyen ágyúgolyó gyúrt. Kértem, hogy a haragját így gyúrt, és akkor gyúrt, és mondom, azt mondja, ez egy golyó lett, mondom, és mit csinálna? És akkor a babzsákba püfölte, dobta bele a babzsákba, ő így tudta a haragját kimozogni, ugye mostanában egyre inkább van ez a terápia, hogy kimozogjuk a testünkből a benne rekedt érzelmeket, traumákat. Tulajdonképpen nekem van sok olyan tapasztalatom az életből, amikor az idősebb korosztály azt mondja, hogy ő neki már nem érdemes ezzel foglalkozni, mert már az élete nagy részét leélte, tudja kezelni a problémákat, amik vele történtek, és akkor jön egy életvégi szakasz, amikor valahogy így ezek a csontvázak kiugranak a szekrényből. Picit beszélsz nekem erről, hogy miért fontos ez még bármilyen életszakaszban is, akár az élet végén is, hogy foglalkozzunk ezzel? Nagyon fontosnak tartom, hogyha ott tudnak lenni a haldoklóval, és tudnak csendben vele lenni. Mert hogy nem akar ezzel a titoknak a terhével átmenni a más világra.
vagy soha nem tudta megosztani senkivel. Most az jut eszembe, hogy, hogy ugye a második világháború során elég sok nőt megerőszakoltak, és hogy soha nem mondták el senkinek, vagy soha nem mondta, ugye, és volt ilyen, aki utolsó napon mondta el az egyik gyerekének, tehát, hogy nem lehet tovább cipelni, és hogy, hogy a, ugye akkor egyrészt nem viszem magammal tovább, másrészt meg elmegyek úgyis, és a szégyen már nem érint. Hogy nagyon sok oldala van, vagy... Mert egyébként itt tudom hagyni a terhet a gyerekemre és az unokámra, ha nem mondom ki. Igen. Igen, igen. Meg, tehát, hogy nagyon, nagyon fontos dolgok tudnak ilyenkor meg igen, elbúcsúzni. Azt mondják, hogy jelen lenni, a szerelem is, születés is, halál is, az egy misztikum, és jelen lenni benne, az tényleg olyan, mint egy annyira intim dolog, mint egy szerelem. És hogy a szerelembe így kimondódhatnak dolgok, vagy bátorságot nyerünk hozzá, mert tudjuk, hogy elfogadnak szőröstől, bőnöstől bennünket, és valahogy ez is egy olyan pillanat, amikor már nincs mit veszteni, de hogy tudom, hogy neki, kinek mondom el, vagy kinek hagyom itt akár örökségül. Néha terhelő dolgokat is itt tudnak hagyni, de néha meg jó mondatokat, ami segíti nem csak a túlélést, hanem az életet. Picit beszéljünk még a tünetekről. Ugye a filmben is volt körömrángás, volt ez az evés probléma. Milyen tünetek figyelmeztetnek még arra, hogy valakinek túl nagyok a terhei, hogy segítségre van szüksége? Amikor nem értem például, hogy annyira egy depresszió mögött is lehet, hogy nem indokolja semmi, vagy olyan gyakran sírja el magát egy gyerek, vagy olyan félelmei vannak, hogy az nem a jelenből származik. Tehát, hogy először mindig megnézzük a jelent, és amikor azt érzem, hogy ez nem indokolja a jelen kapcsolatok, a jelen élet, akkor érdemes azt mondani, hogy itt valahonnan jön, hogy osszuk szét egyszer egy másik, hogy depressziós lett, és azért jött egy nő, és akkor a depresszió mögött sokszor harag is van. És akkor, ahogy elkezdtem egyre jobban megérteni, hogy ő ilyen megalázó módon csalták meg az anyját, a nagymamáját, ami nem lett aztán letisztázva, de más probléma. És akkor azt mondtam, hogy ezt a depresszió mögötti haragot rakjuk ki székekkel sorra, és hogy osszuk szét, mert akkor könnyebb vele boldogulni, hogy ez kié egyrészt, kinek a haragja, hogy ne ő vigye a nagymamája haragját tovább ebbe a mostani kapcsolatába, amit azt láttam, hogy az teljesen jó, és ez a férfi nem tud három generáció helyett jó férj lenni. Mert hogy ezt sem értettem sokszor, hogy mi kellene még. És mikor megértettem a történetét, akkor azt láttam, hogy mintha ettől a jó embert, tényleg jó ember volt, várná azt, hogy kompenzálja az összes korábbi sérelmet. És hogy amikor ő is ezt megértette, akkor ez az elégedetlensége csökkent a párkapcsolatában is, meg a depressziója is, sok öngyilkosság is volt ott a fentebb menők, tehát hogy nem tudták megoldani sok konfliktust, és hogy így benne összegyűlt, és nem magyarázta, sikeres volt, jó családja volt, tehát nem magyarázta semmi, hogy miért ekkora ez a fájdalom, megharag. Egyébként, aki maga is problémákkal küzd, azt tud a családtagjának segíteni? Azt gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni, lehet, hogy másba, más területen, vagy ha valamelyik családtag van valami problémája, de ő már előrébb jár, vagy földolgozta, akkor,
akkor annyiban is tud segíteni. Nem azt mondja, hogy hát én is, mert ezt így én is izmusnak nevezzük. Igen, de... egyébként ez a filmben is volt, hogy nekem is így szokott fájni a gyomrom. Nem mond ez, én is így... Igen, majd beveszed, én is bevettem, majd te is beveszed azt a gyógyszert, és akkor minden... Tehát, hogy nem a gyerekei fájdalmat, amikor elment az anya a gyógyszertárért, vagy hogy de anya, se tudod, mi fáj nekem, és tényleg nem tudta, hogy mi fáj, vagy nem volt rá kíváncsi, mert az ő gyomorgörcse jött elő ebbe a helyzetbe, és akkor nyilván olyan, de most eltértem a kérdéstől, mi volt a kérdés, hogy... Szerintem válaszoltál a kérdést. Válaszoltam, jó, bocsánat, csak így el tudok úszni. Fontos azért megjegyezni, hogy mi egy filmet láttunk, aminek minden szobájába beláttunk, és minden apró részletét, a ablakba gyömöszölt piskótát is észrevettük. De hogy mit vehet észre egy kívülálló, egy viszonylag kívülálló, aki mondjuk nem egy otthonban él egy ilyen családdal, és mihez van joga, és hogyan lehet közelíteni? Azért ezek szerintem nagyon nehéz kérdések, ha Klárának van rá válasza, én meg is hallgatom szívesen, de gyanítom, hogy azért nehéz erre röviden. Igen, szóval, hogy az egész rendszer felelős ezért, ami itt történik, és van egy ilyen könyv, hogy ne lépkedjünk tojásokon, ha van egy ilyen, a borderline családtagról van szó, de hogy nem teszünk jót azzal, hogy nem szólunk. Tehát, hogy félnek szólni, hogy meg ki sértődik meg, ki nem sértődik meg, nem tudják, nincsenek eszközeik, hogy is kellene szólni, és hogy ebben is tud a családterápia segíteni, hogy lehet ezekről beszélni, hogy ne attól féljünk, hogy itt akkor szétzilálul. Mert nagyon sokszor attól félnek, hogy akkor még jobban szétesik ez a család. De én például azt gondolom, hogy a báty is tudna segíteni. Ő már el nagyon lázadó és nagyon kimenekülő, de hogy nem elütni kell a húgát, hanem azt mondani, hogy gyere velem. Például, amikor így kimenekül az anya, hogy gyere velem, hagyd itt. Nem biztos, hogy tudna menni ez a lány, de hogy volt a kineziológusnál, már volt egyszer segítő, és hogy a kineziológus felajánlhatta volna az anyának, hogy járjon ő a terápiára. Egyébként ezt is akartam kérdezni a báty reakcióját, hogy amikor valaki egy ilyen rossz működésű, vagy patológiásan működő családi helyzetből kilép, és ott hagyja, és mondjuk így hagyja ott, minden kompromisszum nélkül, húz egy falat, neki néhány év múlva nem lesz ezzel problémája? Tehát, hogy ezt meg lehet így oldani? Nem oldódik meg, de a távolságban, ha ő arra használja, hogy megerősödjön lelkileg, akkor utána már nem fél, tehát, hogy megerősödik a saját kompetenciába, abba, hogy ő el tudja magát tartani, hogy vannak kapcsolatai, tehát hogy megerősödik, és aztán újra tud közeledni. És nem így fog közeledni majd, ahogy most, hogy így egy mondatra megsérül, és akkor már ugrik is ki, hanem ha elszakad, és azt arra használja, hogy így megerősödjön önmagába, önbizalma legyen egyáltalán, és nem legyőzni akarja a másikat, hanem kapcsolatot, akkor esély van arra. De ha nem dolgozik rajta, vagy nem dolgozza fel ezt az egészet, akkor nem ér semmit a távolság. Egyszer egy nő mondta, Amerikába ment ki férjhez, és azt mondta, hogy tudod, Klári, mikor hazajövök, ugyanaz a kis hülye vagyok, mint aki. Mondta 70 évesen. Tehát, hogy valahogy... Az illúzióink ne legyenek azért. Hogy a távolság nem mindig, ha nem dolgozunk rajta, vagy a távolságból könnyebb beszélni, kérdezni, mert nem sérülünk azonnal, de ha nem dolgozunk rajta, akkor ugyanaz a kis hülye gyerek ként jövünk haza, vagy pedig ilyen lázadó gyerekként. De neki is szüksége van a gyökereire, tehát hogyha nem, ez a másik, a megszakadt kapcsolatok, azok elszakítanak bennünket a gyökereinktől. És szoktam mondani, hogy a gyökerekből nem csak méreg, hanem táplálék is jön. És biztos, hogy ebbe a családba is vannak olyan gyökerek, vagy a gyökerekből tudni jönni erőforrás is, ami kell az élethez. De ha az egyik oldali gyökeremet elvágom, az olyan családfa lesz, hogy jön egy szél és kidönti, mert csak fél oldalas.
Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mind a két szülő, akármilyen is volt a másik, akkor is a gyökereimhez tartozik. És onnan kapok táplálékot, kaphatok valami erőforrást, valamit ők is túléltek már. Minden, a legbörtönviseltebb családnál is azt keresem, hogy na de mi lehet ott, van-e valami érték, a mi érték, mert azokból tudunk itt megmaradni a földön. Köszönöm szépen. És akkor önöknek is köszönöm, hogy ma itt voltak velünk. Én is köszönöm szépen a figyelmet, és a meghívást is.